Ez a világnézet a mikrofon mögött Nagy Jonatán Imre, a mai vendégünk pedig Hortai Olivér, a századvég konjunktúra kutató üzletág vezetője, energetikai szakértő. Szervusz, köszönjük, hogy fogadod a hívásunkat. Szervusz, szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, és nagyon szépen köszönöm a meghívást. A mai témánk pedig az olajár lesz, az olajháború idézőjelesen. A Covid után 70 dollárra felemelkedett ugye az olajnak a hordó ára, a háború után ez 100 dollár fölé emelkedett. Mire számítsunk most az elkövetkezendő hónapokban, években, napokban? Jelenleg a Brent típusú nyersolaj hordónkénti ára 85 dollár körül alakul hordónként. Az elmúlt egy hónapban volt egy jelentősnek mondható emelkedés, július elején olyan 72-73 dollár volt az árszint. A következő hónapokra az elemzőházak többsége egy enyhe további áremelkedéssel számol, ami elsősorban annak köszönhető, hogy az OPEC, az olajnagyhatalmakat tömörítő olajkartel csökkentette a kitermelési kvótáit, ezzel szűkítette a kínálatot, és ezzel párhuzamosan a kereslet enyhe emelkedésére számítanak a piaci szereplők. Említetted a COVID válságot, az elmúlt időszakban nagyon nagy volatilitás jellemezte az olajpiacot, szélsőséges értékek között mozgott. A koronavírus járvány alatt rendkívül alacsony árszintek voltak tapasztalhatóak, ami elsősorban a kereslet alacsony szintjének volt köszönhető. Utána a vakcina megjelenésével és a gazdaság helyreállításával, azzal, hogy az országok többsége nagy mennyiségű forrást, pénzt öntött a gazdaságra, hirtelen visszapattant a kereslet, és a kínálat nem volt képes kellő gyorsasággal követni ezt a kereslet emelkedést. Tudnélik, az alacsony árkörnyezetben a koronavírus járvány alatt elmaradtak beruházások, karbantartások az iparágban. Úgyhogy ennek megfelelően, ahogy te is mondtad, felszaladt 70 és 80 dollár közé, majd utána jött a háború, és már tavaly március 15-én az Egyesült Államok embargót vezetett be az orosz nyersolajjal szemben, aztán ezt követte az Európai Unió embargójának elfogadása, majd a G7 országok olajárplafon intézkedései, és hát a csúcsár az tavaly tavasszal volt tapasztalható, a Brent olyan 120 dollárig emelkedett. Azóta egy enyhébb korrekció, aztán egy erősebb korrekció volt. Elsősorban azért, mert a magas energiaárak inflációs nyomást eredményeztek, és ez arra késztette a jegybankokat, hogy megemeljék a kamatot az infláció elleni harc miatt, és ez visszafogta a gazdaságot, és a keresleti várakozásokat is csökkentette. Az OPEC tavaly ősz óta több kitermelés csökkentést jelentett be, és úgy tűnik, hogy most július elején sikerült megállítania a csökkenő tendenciát, és hát azóta az olajárak egy emelkedő trendet követnek. A nagy elemzőházak olyan 80 és 100 euró közé várják idén év végére a Brent árfolyamát. Statisztikák alapján ugye az Egyesült Államok mellett Irán és Oroszország is hatalmas olajkitermelő országnak tekinthető, mindkettő ország egy szankciók alatt áll. Felmerül a kérdés, hogyha ezen két ország olajától megszabadul a nyugati világ, akkor képes-e megmenteni a szaudi, illetve a venezuelai olaj a nyugati világot? Egyelőre úgy tűnik, hogy Szaúd-Arábia nem nagyon szeretné megmenteni a világot. Szaúd-Arábiát tekintjük az OPEC vezető hatalmának. Amikor tavaly márciusban az USA bevezette az olajembargóját, akkor alig, hanem azzal
számolhatott, hogy sikerül majd rávennie Szaúd-Arábiát és az olaj nagyhatalmakat, hogy fokozzák a kitermelésüket, és ezzel ellensúlyozzák a világpiacról kieső orosz nyersolajat. Egyébként akkoriban az Egyesült Államok minden bizonnyal azzal számolhatott, hogy az orosz olaj nagyobb mennyiségben kiesik a piacról, mert akkor még úgy tűnt, hogy van esély arra, hogy az Egyesült Államoknak sikerül rávennie a többi nagy fogyasztót, Kínát, Indiát, hogy csatlakozzon a szankciókhoz, de ezek az országok nem csatlakoztak sem az olajembargóhoz, sem a később bejelentett G7-es olajárplafon intézkedéshez. Ennek megfelelően Oroszország képes volt viszonylag nagy mennyiségben átirányítani az olajszállítmányait, amelyek korábban a nyugati országokba irányultak a keleti blokkba, és hát ezzel párhuzamosan Szaúd-Arábia és az OPEC nem tett eleget az Egyesült Államok kérésének, és nemhogy nem növelték a kitermelésüket, hanem csökkentették azt. Érdemes itt talán feleleveníteni egy történelmi párhuzamot. A hidegháború vége felé, a hidegháború lezárásához nagy mértékben hozzájárult az is, hogy a 80-as években Szaúd-Arábia beállt az Egyesült Államok mellé vagy mögé, és még úgy is csökkentette a kitermelését, hogy egyébként az ellentétes volt a rövidtávú vagy aktuális gazdasági érdekeivel. Oroszország költségvetési bevételeinek nagyon nagy részét teszik ki a szénhidrogén értékesítések, körülbelül felét, és ennek körülbelül háromnegyedét az olajértékesítésekhez kapcsolódó bevételek jelentik. Tehát az orosz gazdaság rendkívül érzékeny az olaj bevételekre, alig ha nem az Egyesült Államok így ezzel kalkulálhatott most is, csak hogy most nem az történt, mint a 80-as években. Szaúd-Arábia és az OPEC egésze az kitermelés csökkentésbe kezdett, ezzel mesterségesen ellentartott a csökkenő keresleti várakozások okozta árcsökkenésnek, és hát ezzel a nyugatot a vártnál nehezebb helyzetbe hozta, Oroszországnak pedig egy kedvezőbb helyzetet teremtett, hiszen azáltal, hogy képes volt keleti irányba értékesíteni, ezt továbbra is magas áron tudta megtenni. Igaz, valamivel alacsonyabb áron, mint a nyugati nyersolaj. A háború kirobbanása óta az orosz Urál típusú nyersolaj és a nyugati Brent típusú nyersolaj között egy rés nyílt. Ennek a résnek a mértéke ez folyamatosan változott. A legnagyobb a háború kirobbanását követően volt, akkor időről időre megközelítette a 40 dollárt. A februárra, amikor az olajtermékekre vonatkozó uniós embargó életbe lépett, illetve a G7 szintén olajtermékekre vonatkozó árplafonja hatályba lépett, akkor 32 dollár volt, és most arra pedig 16 dollárra csökkent, ami azt is jelenti, hogy Oroszország Urál típusú értékesítési ára már meghaladja azt a 60 dolláros szintet, ami az árplafonban szerepel, vagy amit az árplafon megpróbálna érvényesíteni. Ez is jól mutatja azt, hogy Oroszországot nem sikerült igazán korlátozni ezzel az intézkedéssel. Nyilvánvaló, hogyha egy ország prosperálni, fejlődni akar, az elengedhetetlen a nyersanyag, és ugye azáltal, hogy Európa, illetve az Egyesült Államok szankció alá vonta mind Oroszországot, mind pedig Iránt, egy nagy mennyiségű, olcsóbb nyersanyagtól fosztotta meg magát, és ugye ez a nyersanyag szépen átáramlik keletre, ugye India és Kína irányába. Ilyenkor felmerül a kérdés, hogy az Oroszországból érkező nyersanyag mennyiben búsztolja, mennyiben erősíti meg a kínai, illetve az indiai gazdaságot, és mennyiben esik vissza ennek párhuzamában a nyugati gazdaságok. Tehát képes-e a nyugat versenyben maradni a
Kínával és Indiával a nyersanyagok tekintetében? Én úgy gondolom, hogy ez teljes magabiztossággal majd csak történelmi távlatban lehet megítélni, hogy Kína, India az olajárakból mennyit profitált, vagy a növekvő orosz vásárlásból mennyit profitált. Már csak azért is, mert egy ország versenyképességét a nyersanyagárak mellett más is meghatározza, és a háborúnak nagyon komplex következményei vannak. Az elmúlt hónapokban mind az Európai Unió 11. szankciós csomagja, mind az USA intézkedései már Kínát is elérték, Kínát is érintették. Ami viszont már most látható, hogy a versenyképesség javulása mellett ezek az országok, amelyek nem csatlakoztak a nyugati szankciókhoz, olyan többletbevételhez is juthatnak, ami a szankciók megkerüléséhez és az értékláncok újrarendeződéséhez kapcsolódik. Itt talán India a legszemléletesebb példa. India korábban a nemzetközi olajkereskedésben nem számított különösebben nagy szereplőnek, nagy játékosnak, de ahogyan életbe lépett az Európai Unió olajtermékekre vonatkozó embargója februárban, India vált az orosz olaj, vagy az Európába érkező orosz olaj legfontosabb közvetítőjévé. És mostanra India Oroszország egyik legnagyobb vásárlója, és az Európai Unió egyik legnagyobb beszállítója a gázolaj tekintetében. Annyi történik, tudnillik, hogy az orosz nyersolajat Indiába szállítják, ott finomítják, és gázolajként, immár indiai gázolajként érkezik az Európai Unióba. Nagyon érdekes esetekre derült fény az elmúlt hónapokban. Például van egy olyan indiai cég, aminek az a neve, hogy Gatik Ship Management Company. Ez egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt egy teljesen ismeretlen kisvállalkozás volt, ami két vegyipari anyagok szállítására alkalmas hajót üzemeltetett, és mindössze néhány alkalmazottal rendelkezett. Ehhez képest az elmúlt másfél évben a Gatik vásárolt a világszinten meg a legtöbb olajszállítására alkalmas tankerhajóját. Most arra bekerült a 20 legnagyobb olajszállítmányozó vállalat közé globális viszonylatban, és a Gatik nem csinál semmi mást, csak orosz olajat Indiába szállít, és indiai gázolajat az Európai Unióba szállít. Tehát, hogyha önmagában ezt a tevékenységet nézzük, akkor India egy nagy nyertese a nyugati szankcióknak. Kína hasonlóképpen végez ilyen típusú közvetítő tevékenységet, amiből szintén többletprofitot ér el. De tágértelemben megítélni, hogy a gazdasági hadviselésnek, amit a nyugat folytat Oroszországgal szemben, lesz-e jelentős versenyképesség növelő hatása ezekre a keleti országokra, és mekkora versenyképesség csökkentő hatása lesz a nyugati országokra, azt még nem lehet pontosan megmondani. A gazdasági hadviselésnek nagyon régre visszanyúló széles szakirodalma van, és van néhány olyan alapvetés, amiben a szakirodalmi források egyetértenek. Az egyik ilyen, hogy amikor egy gazdasági hadviselés veszi kezdetét, akkor borítékolható, hogy a gazdasági következmények mind a szankciókat kivető, mind a szankciókat elszenvedő felet, mindkét fél versenyképességét valamilyen mértékben érinteni fogják. A kérdés mindig az, hogy milyen mértékben érintik a szankcionált felet, és milyen mértékben érintik a szankcionáló felett. A másik alapvetés, amiben szintén konszenzus van a szakirodalomban, hogy akkor működhet jól a gazdasági hadviselés, hogyha a szankciókat kivető fél gazdasági ereje az adott termék vagy iparág esetében messze meghaladja a szankcionált fél gazdasági erejét. Tehát például, amikor az Egyesült Államok szankcionálta a Kubából érkező szivarokat, akkor egy ilyen aszimmetrikus viszonyt használt ki, hiszen Kuba szempontjából a szivar értékesítések meghatározó
exportciknek tekinthetők, viszont az Egyesült Államokban nincs olyan nagy versenyképességi gazdasági hatása, hogyha nem jutnak kellő mennyiségű szivarhoz. A mostani helyzetben nagyon-nagyon más szituáció állt elő, különösen azzal, hogy Oroszország mellé többé-kevésbé beállt Kína, India, és számos olyan ország van a világon, aki semleges pozíciót foglal el. Továbbá az OPEC is olyan módon cselekszik, hogy az inkább Oroszországnak kedvez, mint a nyugati országoknak, kicsit egy sokkal kevésbé aszimmetrikus viszony állt fent, és ezért van az, hogy a nyugatra is nagyon-nagyon erős hatása van a szankcióknak és a bevezetett embargóknak. A beszélgetésünk alapját Tatár Mihály egyik indexes cikke inspirálta, ahol úgy fogalmazott a címben, hogy másfél éve tart az olajháború. Valóban beszélhetünk olajháborúról, és hogyha igen, akkor hogy állnak a felek ebben a háborúban, és egyáltalán kik állnak egymással szemben? Olvastam a cikket, nagyon jó cikk az. Olajháború talán egy kellően drámai megfogalmazása a helyzetnek, ami zajlik, és olyan szempontból talán nem áll messze a valóságtól, hogy valóban egy történelmi viszonylatban is különösen erős szembenállás tapasztalható az OPEC és az Egyesült Államok között. Aztán azt, hogy ezt majd a történelemkönyvekben olajháborúnak hívják-e vagy sem, az majd a jövőben eldől. Amivel egy picit talán vitatkoznék, az az, hogy másfél éve tart ez az olajháború. Persze ez is kérdés, hogy mit tekintünk kezdő dátumnak. Én sokkal inkább azt tartom egy nagyon erős lépésnek, vagy egy ilyen első lépésnek, amikor az OPEC tavaly ősszel bejelentette az első kitermelés csökkentését. Olyan viszony, abból a szempontból viszont a szerzőnek igaza van, hogy már az, hogy tavaly tavasszal, amikor az USA bejelentette az embargót, akkor és Joe Biden elnök végiglátogatta a nagy OPEC országokat, és megkérte őket, hogy fokozzák a kitermelést, és ezt nem tették meg, már azzal elindult az a feszültség, aminek az eredménye most arra az, hogy például az OPEC a legutóbbi üléséről már kitiltotta a nyugati média csoportokat, ami egy rendkívül szokatlan lépés, hiszen az OPEC üléseknek éppen az a funkciója, hogy az új kvótákat kommunikálják a piaci szereplők felé. Több fronton is zajlik ez az ellentét, vagy ez a konfliktus az Egyesült Államok és az OPEC között. Az egyik ez a kitermelés növelés versus csökkentés. A másik, amire szintén utal a cikk, az Egyesült Államok olajtartalékainak, illetve üzemanyagtartalékainak a felszabadítása. Bár itt kérdéses, hogy ezt mennyiben a világpiac befolyásolása hajtja, és mennyiben inkább politikai célok. Én úgy látom, úgy gondolom, hogy az is egy fontos szempont volt amögött, hogy az USA korábban nem látott mértékű tartalékot szabadított föl a tavalyi évben, hogy a félidei választások előtt nagyon kellemetlenül jött Joe Bidennek az, hogy elkezdett jelentős mértékben emelkedni az üzemanyagár az Egyesült Államokban. Az amerikaiak erre meglehetősen érzékenyen reagálnak, mert hozzá vannak szokva az alacsony árakhoz. De hogy válaszoljak a kérdésedre, igen, szerintem ezt nevezhetjük akár olajháborúnak is. Geopolitikailag azt látjuk, hogy egy multipoláris, tehát több szereplős világ felé haladunk. Hogyan jelenik meg az olaj ebben a küzdelemben? Én úgy látom, hogy az olajnak fontos szerepe van, már csak azért is, mert azok a geopolitikai konfliktusok, amik most meghatározóak, részben egy energiaválságból bontakoztak ki, ami bár itt az Európai Unióban elsősorban a gázpiacon volt tapasztalható, de ezzel együtt egy komplex energiaválságnak volt tekinthető. És hát azt láthatjuk, hogy az olajpiac és az olajpiaci érdekek azok most olyan hajtóerőt jelentenek,
aminek mentén az egyes pólusok elrendezik, vagy elrendeződnek, elrendezik saját magukat. Szerintem megkülönböztetett jelentősége van most a geopolitika alakulásában az olajnak. A nyugati blokknak egy nagyon nagy problémája, egy nagyon nagy nehézsége az infláció, amit a magas kamatokkal, vagy részben a magas kamatokkal kezelnek a jegybankok. Ez szűkíti a finanszírozási lehetőségeket, visszaveti a gazdasági aktivitást, amiből az elemi közgazdasági logika alapján az következne, hogy mivel a kereslet csökken, az olajárak is mérséklődnek, a probléma megoldódik, és újra elindulhat egy prosperitás. Csak hogy azzal, hogy az OPEC ellentart az árak csökkentésének a kitermelési kvótái csökkentésével, azaz a kínálat szűkítésével, akadályozza ezt a folyamatot, és ezzel borsot tör a nyugati blokk orra alá. Említetted ezt a multipoláris világrendet. Szerintem az egy nagyon izgalmas kérdés, és sok vita, beszélgetés van erről jelenleg a geopolitikai szakértők között, hogy ha van átalakuló világrend, akkor milyen irányba haladunk. Én úgy látom, hogy ami egy nagyon robosztus tendencia, és talán már az orosz-ukrán háború és az energiaválság előtt is jellemző volt, hogy az Egyesült Államok hegemónia, vagy hegemon szerepe, az csökkent a világgazdaságban, és az orosz-ukrán háború egyfajta gyújtópontot jelentett, és a korábbiaknál erősebben demonstrálta, hogy ez így van. És a többi ország, akár Kína, akár India jelenleg keresik a helyüket ebben az új környezetben. Én azt látom, hogy itt nyilván Magyarországon, meg az Európai Unióban az orosz-ukrán konfliktus az, ami a leginkább közelinek és aggasztónak tűnik, de mondjuk globális szempontból legalább ennyire, és tisztán geopolitikai értelemben mondom, mert ott még ugye nincsenek fegyveres küzdelmek, de legalább ennyire aggasztó, ami Tájván környékén történik. Tehát márciusban az USA, illetve Tájván bejelentette, hogy egy rendkívül nagy fegyverszállítmányt vásárol az USA-tól, amihez az amerikai adminisztráció is hozzájárult, és azóta egyre súlyosabb nyilatkozatok, egyre súlyosabb lépések tapasztalhatóak. És hát mivel az olaj a gazdaság egyik legfontosabb hajtó ereje, nyersanyaga, történelmi viszonylatban megfigyelhető, hogy az olajárak és az infláció és a gazdasági növekedés között is rendkívül szoros a korreláció, az együttmozgás. Ezért az, hogy az egyes blokkok, országok, nagyhatalmak milyen pozíciót képesek fogni az átalakuló olajpiacon, és milyen áron jutnak nyersanyaghoz, az meghatározó ebben a lögdösödésben, ami az új rend kialakulásában zajlik. Az interjú végére szerintem egy fontos kérdés az, hogy emlékezhetünk a tanulmányaink során, hogy a hidegháború egyik legfontosabb időpontja, történelmi esemény az 1973-as olajválság volt. Szerinted a nyugati világban kialakulhat egy 1973-hoz hasonló olajválság? Hát sokak szerint már egy durvább helyzet alakult ki, mint a 73-as olajválság. Egyrészt 73-ban az olajpiac volt problémás, más energiahordozók piacain nem volt akkora baj, mint most. Most egy komplex energiaválsággal állunk szemben, ahol különösen itt az Európai Unióban nem csak az olajárak, illetve az üzemanyagárak, de a gázára, a villamosenergia ára, a szén ára, tehát a helyettesítő termékek ára is, a széndioxid kvóta ára is elszabadultak. Ez a dolog egyik fel. A másik, hogy a 73-as olaj embargó, ami kiváltotta az olajválságot, az mindössze kb. Fél évig, kevesebb, mint fél évig tartott. Hát sokkal rövidebb ideig, mint most, amikor az Egyesült Államok orosz olajembargója már több mint egy éve tart,
és az Unió is már fél éve bevezette az olajembargóját. Aztán az, hogy ennek a mostani helyzetnek milyen következményei lesznek, akár a gazdaságra, akár az energiaellátási láncokra, akár a geopolitikára, az majd a következő években derül ki. Én azt remélem, hogy a 70-es évek tapasztalataiból tanulva, illetve tágabb értelemben a hidegháború tapasztalataiból tanulva a világvezetői hatékonyabban képesek lesznek kezelni a kibontakozó problémákat. A 73-as olajválságnak nagyon hosszan tartó, elnyújtott hatásai voltak. A 70-es évek vége felé egy második hullám is megfigyelhető volt. Az inflációt nagyon nehezen lehetett csak letörni több év alatt. Úgyhogy ott sok év elhúzódtak az olajválság hatásai. Jelenleg azért inkább aggasztó jelek tapasztalhatók ebben a tekintetben is, mert hiába tart már viszonylag régóta az embargó, hiába erős az inflációs nyomás, hiába gyengélkedik a nyugati gazdaságok többsége. Én nem látom egyelőre azt az erős törekvést, elsősorban az Egyesült Államok részéről, hogy ezt a lehető leggyorsabb úton kezelje ezt a problémát, és a probléma gyökerét jelentő, vagy közvetlen kiváltókát jelentő orosz-ukrán konfliktust megoldja, vagy hogy a Kínával kapcsolatos másik fontos problémát, a tájvani konfliktust inkább az enyhülés irányába próbálja terelgetni. Horthy Olivernek köszönjük szépen! Nagyon szépen köszönöm.